Sziasztok! Ebben a videóban a helyi listákról lesz szó. Többetek kérésére előre hoztam ezt a témát, vágjunk is bele. Először egy nagy helyi listát fogunk csinálni, ami minden helységet tartalmaz. Utána megnézzük, hogy ezeket hogy lehet szűrten, szóval csak lakásokat, csak üdülőket a példán át kilistázni. Első lépés, hogy csinálunk egy vázlattervezés helységlistát, amely csak a helység számát és nevét fogja tartalmazni. Mi alapján számozunk? Ez a legfőbb téma, mivel hogyha csak egy családi házunk van, akkor hát, mivel kevés a helységszám, és viszonylag követhető kis számba is, ezért a 01, 02, 03, 04 még megengedett, hogy így végig listázzuk a helységeket, de ha nagyobb épületünk van, mindenféleképpen szeretnénk ezeket inkább kódolni, nem számozni, szóval a számozásban megjelenik az, hogy melyik épületben van, melyik szinten van, és akkor melyik szoba. Gyakorlatilag egy ilyen kódsort szoktunk felírni, és ez alapján könnyű szűrni is később, hogy én csak a földszinti, a D-épület földszinti helységeit akarom kilistázni, vagy én csak az F-épület emeletét szeretném kilistázni. Akkor van egy másik csoportosítás, a helység kategória szerint, hogy én csak a lakásokat akarom, én csak az üdülőket akarom, én csak az egyébet akarom kilistázni. Ez akkor könnyű, hogy a helységpecsét, az adott kategória jól van beállítva. Erre is nagyon ügyeljünk, hogy jól kategorizáljuk a helységeinket. Valamint nagyon fontos tudni, hogy csak azt tudjuk kilistázni, ami a helységhez hozzá van rendelve. Tehát ha a helységbe beleírjuk a padlóburkolatot, azt ki tudjuk listázni, de az, hogy a helység mellé odaírjuk egy kis szövegmezővel, mint én is itt tettem, hogy ez a kettes lakáshoz tartozik, azt a helységgel nem fogjuk tudni kilistázni. Tehát fontos, hogy a helységbe építsünk bele a kívánt listázandó tárgyat. Ezt majd megnézzük, hogy fogjuk tudni. Szóval első lépés, csinálok egy nagy listát, amiben minden benne van. Most a példában van egy ilyen elképzelt két lakás egy üdülő a földszinten, plusz két lakás és egy üdülő az emeleten. Ezt próbáljuk kilistázni. A külön színekkel külön kategóriát láttok. Zöld a lakás, sárga az üdülő, szürke az egyéb. Ennyi van a tervben, és ezt szeretnénk kilistázni. Rámegyünk, hogy konszignáció, új konszignáció készítése. És ez lesz a helységlistánk 1-es, ami minden helység. Oké. Rámegyünk. Ez most beállítjuk, hogy az összes helységet, tehát a felső rész megadja, hogy mit listázunk, az alsó rész, hogy hogyan. Tehát a felső részben megadjuk, hogy ez helységeket akarunk kilistázni, az alsó részben pedig beállítjuk, hogy a helység számát listázza, a nevét. Oké. Rámegyünk. Megnézzük, hogy néz ki. Láthatjuk, hogy az összes emelet összes helységét kilistázta nekünk. Ugye a példában F-fel van a földszintesek jelölve, 1-essel pedig az emeleti. Jó, hát akkor nézzük meg, hogyha ezt kategóriánk is szerint is szeretnénk listázni, hozzáadjuk a kategóriát, rámegyünk az a elrendezés beállításaira, és a mezők hozzáadásával hozzáadjuk egy kategóriát. De ezt szeretnénk előrehozni, ugye ha előrehozzuk, akkor azt szerint fogja először csoportosítani, illetve ki tudjuk választani, hogy csökkenő vagy növekvő mértékben legyenek. Jó, hát akkor ugye most a
kategóriák szerint rakta sorba. Először az egyébet, ez a két szinten a két közlekedő, utána a lakást, és utána az üdülőket. Engedélyes tervnél még bejön, hogy szeretnénk ennek a négyzetméterét és a padló burkolatát is látni, tehát akkor továbbá hozzá kell adnunk a területet. Területet. Nézzük is meg. Hozzáadtuk a helységek területét. A padló burkolat egy kicsit cseles, mert ugye azt nem a helység tárolja gyakran, hanem maga a pecsét elem. Tehát azt nem fogjuk megtalálni itt a mezőknél. Vagyis van olyan eset, amikor megtaláljuk, de jelen helyzetben én a Archicad 3-as pecsétét használom. Tehát ott rámegyünk a könyvtári elem paraméterekre, és megkeresük a 3-as pecsétet, mert abban lesz benne a padló burkolat. Amit cseles módon mindig csak burkolatnak írnak, és gyakran eltévesztem. De hogyha más helységpecsétet használtok, itt a fölött itt ki tudjátok választani, és megkeresni a helyes, és hozzáadjuk. Rányomjunk, hogy oké. Okay. Burkolat típusa, tehát kiírja nekünk, hogy amit a helységpecsétbe beállítottunk, hogy milyen burkolatot szeretnénk írni. Tehát ezzel kb. El vagyunk, ezt ki tudjuk menteni, ments mind el egyenesen Excelbe. Oké. Na, most nekünk van egy olyan két kritériumunk, hogy szeretnénk látni, hogy melyik az 1-es, 2-es, 3-as lakáshoz, 1-es, 2-es, 3-as üdülőhöz tartozó helységünk, akkor visszamegyünk, és ugye mi itt beírtuk, hogy ez az 1-es lakás ide, ez a pecsét nem tudja. Hogyha nem szeretnénk ilyen spagetti kódokat alkotni, hogy a kódban bele mindent írni, akkor erre érdemes egy külön tulajdonságot létrehozni, hogy lakásszámok, vagy üdülőszámok. Hát ez ilyen, nevezzük el egységszámnak. Tehát csinálok egy új tulajdonságot, egy egységszámot, amely tartalmazza majd az üdülő és a lakásszámokat, és ezt is bele tudjuk venni majd a pecsétbe. Tehát remegyünk, hogy beállítások, tulajdonságkezelő. Csinálunk egy újat. Az lesz a neve, hogy egységszám. És ezt a helységekhez csoportosítjuk majd. Jó, itt a karakterlánc helyett megadhatjuk nyugodtan egy egész szám. És hozzárendeljük a helységekhez. Remegyünk, hogy egyéni, szerkesztés, és a tér kifejezést megkeressük, mert abból vannak sorolva a helységeink. Oké, elvileg ilyenkor hozzárendeli a helységekhez ezt a tulajdonságot. Rányomunk, hogy oké. És nézzük is meg. A legegyszerűbb ilyen nagy helység tömböket kiválasztani, hogy itt rámegyünk a kis hangyabolyunkra, és egy Ctrl-A-t nyomunk, miközben a helységeszközön vagyunk, és akkor mindent kijelöl, ami abba a kiválasztott területben van, és helység. Nyomunk egy Ctrl-T-t, és itt a helység osztályozás és tulajdonságok alatt a helységeknél megkeressük a egységszámot, amit kiválasztottunk, és itt beírjuk, hogy ez az 1-es. Hát itt gyakorlatilag ezt itt mindegyiknél megcsináljuk. Szóval ez tényleg
célszerű már kezdeteknél beállítani, de az se baj, ha utólag történik, hogyha nyilván minél hamarabb csináljuk, annál egyszerű, és nem kell utólag ezzel vergődni. Ugye ennek is egyes lesz az egységszáma. Jó. Ugye bármilyen kategóriát és tulajdonságokat hozzá lehet adni, így a helységhez, amit utólag kilistázunk, és a helységlistát azt szerint tudjuk szűrni, vagy módosítani. Rámegyünk a helységünkre, és megpróbáljuk hozzárendelni ezt a tulajdonságot elemek hozzáadása. Beírjuk, hogy egység, szám, ki is adja nekünk hozzáadás, és ezt szeretnénk, hogy a kategória után listázza. Tehát kilistázza nekünk, hogy a egyes lakásban mik vannak, kettes lakásban mik vannak, hármas lakásban, négyes lakásban, és utána az üdülőket, egyes és kettes. Most megnézzük, hogy mi van, hogyha csak egy lakás, csak a lakásokat szeretnénk kilistázni. Tehát rámegyünk a elrendezés beállításaira, szintúgy, és a felső, a kritériumoknál kiválasztjuk, hogy csak lakást szeretnénk, tehát beírtuk bele a lakást a helység kategóriába, a helység kategóriát kiválasztjuk. Érintett helység kategória, és kiválasztjuk, hogy csak lakás legyen. Jó, mivel rányomunk, hogy oké, és már is leszűkítettük, hogy csak a lakásokat listázza ki. De mivel, hogy csak a lakásokat listázza ki, ennél nincs szükség, hogy kiírja, hogy lakás, ezért ezt nyugodtan azt a sort kitörölhetjük. És már is átírjuk, hogy ezek csak a lakások. Remélem hasznosnak találtátok a videót. További videókérésen nyugodtan írjatok kommentet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!